Sziasztok! Ma egy újabb tanösvényt választottunk úti célul, mégpedig a bozót míves tanösvényt. Ez Mogyoród és Kerepes között található, a régi hármasról tudtok letérni Kerepes előtt, Mogyoród felől, és ott található ez a tanösvény. Összesen 3,3 kilométer hosszú, és 6 tampájából áll, illetve állomásból, már a hatodiknál vagyunk, és minden egyes állomásnál van néhány információ arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet túlélni a természetben. Az egész tanösvény egyébként erről szól, hogy milyen praktikákkal tudtok túlélni, hogyha a természetbe vagytok, illetve hosszabb távon úgymond beszorultok a természetbe, és hogy régen milyen praktikák voltak, amikkel túl lehetett élni, illetve feltalálni magunkat. Maga a tanösvény így körbe így néz ki, az a szakasz, ahol éppen vagyunk. A többiek szokás szerint előre mentek. Tehát Mogyoród és Kerepes között tudtok lekanyarodni, egyébként egy hirdető tábla alatt van. A parkoló, egy olyan 10 autó elfér kényelmesen, és utána szépen a jelzésen el tudtok indulni, és végig tudjátok járni az egyes állomásokat, illetve információt kaptok, hogy például hogyan lehet kenyeret sütni, az volt az előző állomáson, ahol voltunk. Tűzrakással kapcsolatos információk is voltak, több pihenőhely is van, és nagyon szép egyébként fentről is a kilátás, mert most pont egy dombos részről jöttünk le, az ott úgy pont abba az irányba, amit éppen láttok, onnan jöttünk le, és onnan is nagyon szépen le lehetett látni a környező városokra. Úgyhogy ez a bozótmíves tanösvény kényelmesen végigjárható gyerekekkel is, úgyhogy ha ilyenben gondolkoztok, illetve egy rövid sétát szeretnétek tenni, akkor nyugodtan látogassatok el ide, csendes és hasznos információkkal látnak el minket itt a tanösvénynek a kialakítói. Legyen szép hétvégétek és kellemes készülődést, hiszen advent 3. vasárnapja van. Sziasztok!